Jó estét kívánok! Itt a Estek Bocskor, igen, elegáns vagyok, már megjegyezték itt a társaságban, de hadd mutassam be először a társaságot magát. Itt van velünk Ábel Anita! Tornóczki Anita! Kovács Kokó István! És Vályi Pista! Szellemesen és szemfülesen megjegyezte a szerkesztőség, hogy két Anita és két Pista. Köszönöm. Nagyon nagy. Ezzel... Látod, hogy alád dolgoznak be ebben a korban, hogy nehogy nevet tévesz. Lehet, és mindegy, hogy kire nézel. Rajta! Igen. Hát, hogy Pista, nem, mert talán eltalálod. Nem tudom, hogy... De azt hittem, hogy valami szellemességet kell ebből kovácsolnom, de nem, ugye? Nem. Jó, rendben van. Anitát, mármint Ábel Anitát rég láttuk, de olyan bejöttél a sminkbe, és olyan mint a szeretet lett volna az arcod kifejezésében. És gondoltam, hogy ma ez egy ilyen egymás szerető nap lesz. Szeretnéd, hogy ilyen legyen? Van még a hangod is kellemes. Hát beszélhetek, mindig ilyen. Mindig jó, de ilyen. Van, amikor tudod, amikor... De nem, Anita azt mondta, hogy ilyen két havonta hívom azért, mert itt jönnek a jöttmentek, és akkor... Néha kell valami kis érték. És aztán meghívom őt, hogy ő lealázzon. Nem ezt mondtam, jó? És minden hölgytől elnézést kérek, mert ez nem, az én számot nem hagyta el ilyen dolog. Azt mondtam, hogy vannak, akik nem mernek úgy beléd állni. És néha van egy ilyen fétiset, hogy jöjjek, alázzalak, a porbatiporjanak. És akkor jó, és én ezt megteszem neked, mert barátok vagyunk. Gondozom az időseket, hogy nekik jöjjön. Kezdi. Neked ezt tetszik még? Igen? Ez még bejön? Számolom, csak a sminkbe kapta a kettőt. Jó, hát jó, könnyű, mert Pista ugye új frizurával elhagytad a combfoda. Hazavitted amúgy zacskóban? Vagy... Nem, később tudtam meg, hogy azért lehetett volna pénzt kérni, mert amikor összeseperték a padlón ezt a három kis kutyányi haját. Nem vittem haza. Örülök, hogy nincs. Jó, de nem, tényleg, jól néztek ki, gyönyörűek vagytok, mindannyian, tényleg. Dicsérjük már, mondjatok. Nagyon szépen, igen, is köszönöm, én magamat megdicsértem az elején, nem kell már. Hát minden reggele így indul. Azt nem bízanásra. Ez egy fontos dolog. Na, Anita, drágám, múltkor, amikor itt voltál, akkor ugye picit meglepődtünk azon, még karácsony előtt volt, hogy te karácsonyt ünnepelsz a kutyákkal, és meg is vetted a kutyakanapét. Emlékszel erre? És most rátettél egy lapáttal, mert akkora mázlid van, hogy három nálad lakó állatnak egy napon van születésnapja. Hát két nap különbséggel, csak én ilyen praktikus vagyok, és egyszerűen. Ja, összevontad? Összetoltad? Egyszerűen ünneplem. Igen. És nézzétek meg, itt vannak. Ugye milyen cuki? És akkor te előre készülsz, már egy héttel előtte tervezed, hogy milyen lesz a parti, miből csinálod a tortát. Tehát a haverokat. Igen. Mindig vannak haverok, tehát ilyenkor mondjuk 15-20 kutya van ott egy ilyen buliba, mert hogy azok vannak otthon. De ők nincsenek kizárva? Tehát mert akkor szétcincálják a tortáját? Nem eszik meg. Elnyálják a gyertyát. Tehát, hogy valamelyik csak nap... az ünnepelt eszi a tortát? Igen, valamelyik nap az volt, hogy elfelejtettem mondani hajnalba. Ettettem, és elfelejtettem mondani a legnagyobb kutyámnak, hogy tied, és szegény 10 percig ült így az edény fölött, és folyt a nyál. És mentem ki, mondom, Pizsikém, te miért nem eszel? És így nézett rám, mondom, tied, és elkezdte enni. Nem. Ilyenkor a többit így el kell hesegetni a tortától, hogy ne nyúljanak bele? Hát nekik nincs születésnapjuk, tudják. Nem azért, hanem azért, mert az az övék, amit nekik adok. És akkor minden kutya... Látod, az az övék, amit neki ad. Igen, és mit tanulhatok én ebből? Hát az, hogy amikor elé teszik a bort, és azt mondják, a tiéd, ihatod. Néha kell az állatvilágból inspirálódni. Csöpög majd a nyálad, mire megkapod a pincér. Mire a pincér végre rászul. Bocskor úr, miért nem vissza meg a borát? Szajadom az öregnek, ihat. Most hozzátok elmennék vendégségbe, és töltött, akkor én ülök, és akkor mondhatok, tied? Hát én igen. Akkor én most csak átveszem. Csácsos, akkor finoman. Te, és oda emelted mindegyiket magadhoz, van egy ilyen személyhez szóló mondatot hozzá? Tehát mondasz valamit a fülébe, hogy boldog születésnapot? Kívánj valamit. Persze, nyilván ők meg azt gondolja, hogy anyád, vedd már le azt az égő szarról a agyaiemnek. Mondja ő, de mondasz neki valamit, és komolyan érdekel. Persze, mindenkinek mondok valami kedveset. De például?
Hát Minikének volt egy agyvérzése, meg el volt. Azzal kapcsolatban mondtál valami szépen. El volt szakadva télszalagjad, és ezeket mind átéltük együtt, és mindből kijött, úgyhogy mondtam neki, hogy remélem, hogy még sok nehézséget sikerül leküzdenünk együtt. De édes, és az épp kutyának? Hát Riának volt egy kemoterápiája, tehát mindenki... Ez ilyen hányatos sorsú lényekezek. Hát mindenki ment. A cica az hány éves? Cica, ő most volt 4. De honnan hoztad a cicát? Francia Antillákról. Francia Antillákról? Nem is beszél magyarul. Azért cica. Hát azért cica, mert cica, csak francia. Csak cica. Igen. Tőle tanultam, hogy franciák a Burger Kinget úgy megyek, hogy Bourgeois-Kang. Igen. És egyébként ők alma együttesesek, vagy halászjuditosok, amikor... Egyik sem. Egyik sem? Nincs zene? Egyik sem, nincs. Nincs zene, oké. Jó, kinek van kutyája amúgy? És nem táncolok, nem énekelek. Volt kutya? Meg most egy 13 éves mácskával élek együtt. Oké, és ünneplett te is? Tehát van szülinap? Ott vele nem. Hát te külön elmegy, és eljut a kutyára, a macskára, jó? Én hiszek ebbe a lélekvándorlásba, ez teljesen biztos, hogy ez egy elégetett középkori asszony. A te macskád? A mi macskád, igen. Milyen jelei vannak ennek? Gonosz. Ájás, gonosz, szemedben néz, és odahány. Súlya megegyezik két kacsájával. Én soha nem értettem, édesanyám nagy macskás, nekem mindig kutyáim voltak, de soha nem értettem, hogy a macska az egyik leghálátlanabb. Nem igaz. Akkor nem. De akkor legalábbis... Én mire értem, mert kutyás voltam. És semmire nem lehet megtanítani, és ő dönti el. Bocsánat, mutatok akkor videót. Jó, ő fekszik, pacsitad, igen. A macska az érdem. Ugye nekem mindig kutyám volt, és most van egy macskám, egy 5 éves kandúrom, életem szerelme. És akkor simogatod, amikor ő akarja. Elképesztő kapcsolat van köztünk. És például őt megtanítottuk, hogy nem az van, hogy leteszed a kaját, és rögtön neki esik, hanem ül tiet. És vár, és ezt mondom neki, hogy tiéd, és akkor megeszik. De ha az érdeke úgy kívánná, nem csinálná de, ezt a macska, az érdek. De hogy tanítottad meg? Tehát nyilván benne volt az ösztön, hogy... Roberto tanította, nem én. Tehát, hogy én felőlem azt csinálhat az életében, amit akar, de vannak szabályok, és ott volt egy ilyen falka vezérségért folytatott harc, hogy ki szeret kandúr, engem jobban. A két kandúr ezt lemegcselte. Igen, de megtanította, és tényleg így van. Egyáltalán nem igaz, hogy a macskákat nem lehet betanítani. Mindent. Jó, hát Koko is én el vagyunk képedve. Megél egy macskát! Nekem volt két macskám. És szerettek téged? Nagyon szerettek engem. Na látod. Nálam akkor... megennék a kutyák, úgyhogy teljesen felesleg. Jó, hát de egyébként a kutyát is össze lehet szoktatni a cicával, ez nem igaz, össze, hát ez nincs ilyen. Na, Pista, veled és yes. Rólad is beszéljünk, mert te megint akcióval lendültél, ugye akcióval. A Speed Zone keretein belül. Igen. Beültél rendőrökhöz a pofátlanítási akcióban. És mielőtt erről beszélnénk, nézzük meg egy rövid részletet ebből. Jézus Mária. Most például te mit nézel? Mert én a futárcsajnak a fenekét az egy dolog, de te ezt nem teheted meg. Hát nem tehetem meg, mert vezetem. Mit figyelsz ilyenkor? Egy kanyarodási szabályt láttunk. Sikerrel ment balra a kolléga? Beöltözünk és hagyd szólj. Dokument, oké? Okay? The problem is overtaking. Oké? Okay? Hát igen, kelleni fog a sapka. Ma Isten! Látod, töcsém? Most kell beleszaladnod a pofonba. Most kell beleszaladnod a pofonba. Ennek örülsz, ott intézkedjetek csak. Egyébként... Nyilván mindenki arról beszél, meg látunk a YouTube-on egy csomó olyan videót, hogy tényleg mennyire pofátlanak az autósok, de amikor beülsz a rendőrökhöz, akkor tényleg annyira drámai a helyzet, vagy órákat vártatok, még végre valaki elkövet valamit? Nem, sokkal több, az igazság, hogy sokkal több bírságot kihozhattak volna. Ennél is. Persze, persze. És volt olyan egyébként, amikor ezekkel voltál, vagy velük voltál, akkor te szúrtál ki valamit, és te mondtad, hogy ízzél, te köptél be valakit? Nem vagyok felkenős, de látnak ők mindent. Hát figyelj, amit te látsz autóban, ha közlekedsz, azt ugyanazt látják ők is. És tényleg volt olyan, amire én is azt mondtam, hogy basszus, amikor a nettó piroson átmész, az... Ugye a városi, az egy civil autó volt, ott nem volt feltűnő. De az volt az érdekes, hogy amikor kimentünk az autópályára, az egy full csíkos, rendes rendőrautó volt, mintha ott se lett volna, ezt nem értem, hogy berát. Én is így vagyok, hogy engem most már nem érdekel a rendőrautó. Régen úgy féltem tőle, de te lelassítasz egy rendőrautó mellett?
Nyilván a városban nem, de azért az autópályán én is sokszor belefogtam. És erre rá kérdeztem, ha jön egy 130-as limit van, 120-szal megy egy rendőrautó, olyan félve megyek el mellette. Igen, ezt mondom. Igen, de én most már elmegyek mellette, lazán. De te megteheted, mi nem? Hát, ahogy láttuk, te telefonálsz is, tehát ráadásul. Ja, igen, de csak a Lamborghini-ben. A pillantóban magadat nézed. Tehát, hogy te megteheted ezt. Mi igen, halandók de... nem, de én ugyanígy vagyok egyébként. Nem, de amúgy nem szabadna. Én kérdeztem el, ez a srácok, ti szoktatok így szivatni a népet, hogy mentek pont 130-al a belsőbe. Olyankor mi van, hogyha te kihúzódsz? Mert akkor annyira félre tudod így... Igen. Igen. 131-jel. De egyébként elméletek 143-mal még nem büntetnek meg. De ez nem egy írt szabály. A keresztben az van írva, hogy 10% tolerancia, az megvan. De nagyobb volt probléma úgy, az, hogy az autód, amit jelez, az valós az vagy nem valós. Vagy igen, vagy nem. Igen. Volt úgy, hogy így nagyon mellé értem, és akkor... Mondta, hogy menjél, aztán te lehet. Nekem nagyon-nagyon rég, Hajdanában, Danában, 90-es évek közepén végén jelent meg rólam egy könyv, a Kokoa király, egy ilyen szerény címmel, és akkor egy sportszergyártó volt a fő támogatója a könyvnek, és az volt a deal, hogy 20-valahány nagyvárosban volt akkor ennek a sportszergyártónak kirendeltsége meg üzlete, és 7 nap alatt kellett bejárnunk ezt a 20-valahány üzletet dedikáló könyvtől. Sietős. És sietős volt, naponta ilyen 5-6 város kellett, de tényleg, mint a Fehérvár, Gyöngyös, tehát az összes nagyvárost végigjártuk, és valahol Paks környékén elkapott a rendőr, nem tudom hányas út az, de egy nagyon veszélyes út az, mert nem volt meg az autópálya, megbüntetett. Én rendben jövő, hogy nem megbüntetett, megálltam, adtam neki egy könyvet, akkor tele volt a csomagtartó könyve, adtam egy könyvet, kokó, ülelés, csók, fotó, meg megyünk tovább. Ha nem fotó, akkor még nem volt ilyen mobiltelefon fotózás. Adtam egy könyvet, aláírtam. Eltelt körülbelül 2 hónap, és az országnak egy más pontján, tehát nem is ugyanazon az úton, tehát lehet, hogy a megyében ott, de nem abban az úton, megint megállt egy rendőrautó, kiszáll a rendőr, kokó, megint kapok egy könyvet. Ugyanez az ember. Ugyanez az ember. Egyébként itt ugye mindenki jár külföldre, te éltél is külföldön, te is éltél külföldön, te ugye olasz kapcsolatokkal rendelkezel, hogy szerintetek olasz is... Olasz kapcsolatokkal rendelkezel? Hogy szerintetek összehasonlításban a magyar autós milyen? Így a... Sokkal mondjuk... kevésbé szabálykövető. Igen. Aha. De szerintem nem csak az autózásra igaz, hanem úgy unblock. De most az autózás... Némethez, svájcihoz nem lehet összehasonlítani. Autózásra vagyok kíváncsi. Olaszokhoz képest? Hát figyelj, az olaszok úgy vezetnek, ahogy élnek. Tehát igen. Azért ez nem a lehet összehasonlítani. Imádok olaszországban. De az egy háború. Amíg nálunk egy körforgalom lassítja a közlekedést, ami ugye nem arra lett kitalálva, azért addig ott a körforgalomba halad az ember. Feszültebbek vagyunk. Sokkal. Sokkal előzékenyebbek egyébként mindenkivel. Tehát, hogyha ott áll egy ember a zebrán, még az satufék, tehát az nincs, hogy átmenjenek egy zebrán, vagy bármi. Tehát, hogy ez... A motorosok, biciklisek, igen, tehát arra például nagyon figyelnek, tehát, hogy ebből a szempontból de akkor nem rossz közlekedni. Svájc, Franciaország, Olaszországhoz képest mi rosszabbak vagyunk? Szerintem igen. Feszültebbek és agresszívebbek. Agresszívabbak és... is, meg kevésbé szabálykövetőek, és szerintem részben azért, mert sokkal kevesebb a szankció. Tehát Ausztriában emlékszem, hogy 20 évvel ezelőtt is, amikor jártunk edzőtáborokba, ott folyamatosan néztük, hogy hol, milyen szabályt kell betartani, mert ilyen eszméletlen pénzekre bírságoltak, és nem volt olyan, hogy becsukják a szemüket. Most például az olaszoknál is szigorítottak, de ugye eddig vagy nem volt zéró tolerancia, tehát ihattál bizonyos mennyet, nyilván nem igen, úgy, igen. Ahogy mi szoktunk, Gábor, de... Tehát, ugye, most már ihattál, átértük a határon, és ugye ott nem volt közúti ellenőrzés, tehát ott nem, nincs az, hogy ott fognak és leállítanak. Igen. Sehol nincs Magyarországon, így most már egyébként lett szigorítás az olaszoknál is, tehát most már állíthatnak meg, de nem nagyon szoktak. De ehhez képest, én nem tudom, hát én most azért 5 éve járok ki elég gyakran, én nem láttam, ami ebből fakadó, vagy ott nincs is az, hogy valaki letekeri az ablakot és elküld valakit az anyjába. Nincs ez a feszültség, meg ez az ultraagresszió, én is rengeteget járok. Nekem is ez a egyébként Svájcban meddig maradnék szabadon a magyar virtussal? Tehát semmi, nulla. Ilyen 30 helyet 50-nel, záróvonalon. 30 helyet 50 az már azért megy értől a rendőr. Svájc
ez az nagyon szigorú. Ez, ez nem vicc, amit most mondtál, tehát a bizonyos százalék, mondjuk a 30, nagyon sok 30-as tábla van Lozánban, meg ott a Lozán környékén, és ott a 30-as táblánál 36-tal már komoly pénzbírság, tehát bizony. Az ilyen 100 svájci franknál kezdődik, de 36-ról beszélek, tehát az még mindig egy olyan, ami csak ugye egy 20%-os átlépésről beszélünk, viszont hogyha az autópályán mondjuk 170-180-a levillantanak, és neked te svájci vagy, és ott van Svájcban a lakcímed, akkor este bekopog a rendőr. Bizony. És bevisz egy napra, vagy két napra. Oh. Ausztriába elkobozhatják az autóra. Meg a bírság az nagyon durva, mert a jövedelmethez viszonyítják a bírságot Svájcban. Most például megyünk Genfbe az autószalonra, és eleve úgy kell számolnunk, hogy Svájcban annyi idő, amennyi ott, ha 90. Ott nem tudsz időt nyerni. Tehát például mész az olasz autópályán, onnan tudod, hogy valószínűleg magyar jön mögötted, hogy villog. Mm-hmm. Tehát, hogy ott nincs ez, hogy benne van a seggedbe. Voltam egy autós túrán, ami Svájcot is érintette, és ott valami szabálytalanság volt, és helikoptert küldtek, mert nem volt ott rendőr, és helikoptert küldtek, tudták, hogy milyen autó, és bekopogtak a szállodába 3 órával később. Van olyan, de kiírják a nettáblára, hogyha már sok kapunát mentél gyorsan, kiírják a rendszámodat, hogy lassítsa. Szóval ne kockázz. Volt olyan, mindenki, még az anyós ülésen ülő is feljelent téged, tehát hogy vissza valami ülés feljelent. Ezt nekem a szomszédom többször feljelentett, mert kilógott az autóm a parkolóhelyről. Tehát hogy úgy parkoltam, hogy nem volt benne mind a 4 kerék abban a zónában, ahol kellett. Nem és rárakott először egy figyelmeztetés, és mondta, hogy ez hülye, hát ez tegnap még nálam borozott. És a következő alkalommal érkezett egy hivatalos papír. És hogy... utána még átjárt hozzád? Náluk ez nem probléma. Ezt nem hiszem el. De akkor a Svájc az országgal a szilveszteri konfettit egyenesen a porszívóba szórját. Egyet olaszoktól még magyarázzál nekem, hogy ők miért mennek mindig a felező vonalon az autópályán? Tehát, hogy rámennek a vonalra, mint hogyha így felszívnák a csíkot, de hát... Lehet egy pótcselekvés. Ezt én is, nekem is furcsa volt az elején. Én nem tudom neked magyarázni, hogy ennek mi a logikája. Te tudod? Aha, azért jó, ha középen mész. Itthon is, hogyha üres az út, vagy valami, és hogy nem autópálya, mert nálunk ugye kerítve van az autópálya, de nagyon sok országban nincs. És azért tartasz középre, mert ha valamelyik oldalról beugrik valami, akkor legyen két lehetőséget kikerülni. Hogyha te ezen az oldalon vagy, csak erre tudsz kerülni. De ha onnan jön, akkor neki mész. Szóval ezért biztonságosabb középen menni, mert akkor... Ezt tanácsoljuk, de nem ez a legfurcsább, amikor vezetik a gyakorlatilag. Hát, hogyha úgy mész, hogy mondjuk főúton mész, de nincs szembejövő forgalom, én is inkább középre tartok, mert nem tud, akinek ugrott már beállat. Én a kátyuk miatt tartok mindig középre. Én már egyébként ezt is átvettem én is, tehát én is, ha egyedül megyek, akkor én is középen vagyok, mert ugye hát, ha én megyek, akkor a Roberto vezet, de most már én is. És tényleg van egy jobb biztonságérzeted, de nem, hidd el, nem ez a legnagyobb dolog. Mi a legnagyobb dolog? Hát az, hogy mind a két keze szabad, combbal vezet, közben ordibál, hát ugye, az akkor életed, gyere le, gyere le! Az egy sokkal veszélyesebb, és közben szórja a szitkokat, és akkor én így ülök így csak, és mondom, hogy annyira ez itt nem kellemesen ezt végignézni, amit te itt most csinálsz. Nyugi, cicukám, én tudom, és akkor tényleg. Cicukám. Na jó, jövünk vissza, gyerekek, ez egy érdekes történet lesz. Elon Musk cége, a Neuralink, most először ültetett be chipet emberi agyba, és ennek nagyon-nagyon sok funkciója lesz majd az ő tervei szerint. Egyrészt különböző betegségek gyógyításában lebénult emberek tudnának újra mozgatni dolgokat, egészen a telepátiáig, sőt az emléklementésig mindenre alkalmas lesz ez a dolog. Hogy ez mennyire lesz hasznos, mennyire hihető, mi van? Hát az emléklementés. Hát akarom én azt tetszik. Én ezt nem akarom. Úgy van egy-két fejezet, amire... Elfelejteni most még. Ezeket a fájlokat inkább. Hát ezért akarok erről beszélni veletek. Jövünk vissza egy pár perc múlva a reklámban. Folytatjuk egy izgalmas témával, és Ábel Anitával, Tornóczki Anitával, Kokóval és Vályi Pistával. Szóval,
Hatalmas szenzációt keltett Elon Musk bejelentése, miszerint a Neuralink vagy Neuralink cége beültette az első mikrochippet emberi agyba, és a kezdeti cél az volt, hogy bénult emberek képesek legyenek számítógépes kurzort mozgatni a gondolatuk erejével. Aztán Musk azt is mondta korábban, hogy a chip segítségével rengeteg népbetegséget lehetne majd megoldani, elhízás, depresszió, skizofrénia, autizmus, sőt még a telepátiát is. Halál ellen gyakorlatilag. Reálisnak tartja. Hát azt még nem mondta, de egyébként a chip neve telepátia, majd erről is beszéljünk. És azt mondja, hogy sőt, ennek a technológiák a segítségével régebbi emlékképek elmentése és újrajátszása, újra betöltése is lehetővé válik. Annyi még, hogy azért napvilágot láttak olyan hírek ezt megelőzően, hogy állítólag 4 év alatt több mint 1500 jú, sertés, majom pusztult el a kísérletek alatt, és csak ezek után kapott engedélyt az emberi agyba való beültetése, ez a chip és ez a cél. Ez így szokott lenni sajnos mindig. Igen, tehát ez ijesztően hangzik, hogy vannak úttörők, akik bevállalják, hogy szétszállnak néhány majmot azért, hogy nekünk jó legyen, de ez így oké is, ezzel gondolom egyetértünk. És, Nem. Miért? Hogy nekünk jó legyen? Ha csak megettük őket, azzal nincs baj? Tehát, mert ezeket, majmokat? Szokták enni. Van olyan ország, ahol azzal sincs semmi baj. De azzal nem. Én a koko oldalán vagyok. Azzal miért van baj, hogy állatkísérletek árán a mi gyógyulásunkat, ilyen betegségeket meg tudnak gyógyítani? Valahol jutott el az orvostudomány odáig, ahol tudom, van, hogy ezek önkéntesek, akikbe ezt beépítette most. És nem, az engedélyt nem kapta meg, amíg az állatkísérletek nem voltak sikeresek. De hát ugye ahhoz voltak sikertelen állatkísérletek is. Ezzel jó, beszéljük meg. Anita? Most biztos mindenki azt mondja, hogy egy hülye vagyok, de mondjuk nem csak ezért. Nem. Milyen, tehát hogy mennyivel vagyunk mi többek, mint ők? Nekik az állatok? Hát igen. Nem ők kísérleteznek velünk? Hát igen, de miért van jog hozzá, hogy megöljünk állatokat, az ő nekünk jobb legyen? Hát nem jog alapján, ez erősebbek vagyunk, de nyilvánvalóan egyébként az emberiség egészségi állapotának a megőrzése, a javítása, nem tudom mi érdekében tesszük. Ez kegyetlenül hangzik. Persze, sajnáljuk az állatokat, de nem, az a helyzet, hogy a legolcsóbb és a legkézenfekvőbb megoldás ez. Tehát ma már nagyon sok mindent le tudnának modellezni, mint ahogy emberi szöveteket is tudnak modellezni, és előállítani laboratóriumi körülmények között. A kozmetikai célú kísérleteknél egyébként most már csinálják is, mert hogy... De vélhetően azért csinálták még most is így, mert másképp nem lehetett lemodellezni, ugyanak az emberiségnek szüksége van erre, és ahogy a Kokó is mondta, azért az orvostudomány elmúlt néhány évszázadában nagyon sok mindent a gyógyszeriparban köszönhetünk állatkísérleteknek, amely a gyógyszereket mi ma meg családtagjaink, stb. Fogyasztunk, és megőrzik az egészségünket. Persze, és volt olyan is az emberiség történetében, amikor a férfi egy bunkosbottal leütötte a nőt, és becibálta a barlangba, de attól még az nem normális volt. Most. Tehát... Azt törölték, az volt egy ilyen emlékünk. És szerintem senkinek nem az 500 forintos fehéregér fáj, inkább a majom, meg a... Ez egyre jó. Meg a... Tehát a... De hogyha ezzel rugózunk, akkor nincs különbség a majom és a fehéregér között, mert élőlény. De amikor a világ sorsáról beszélünk, meg a jövőről, meg a jelenről beszélünk, hogy idáig eljutott az orvostudomány, vagy bármilyen tudomány, az rengeteg áldozattal jár, és igen, de ez nem orvostudomány, hanem egy bolondnak a víziója. Tehát, hogy az na, minden... azért ezek nagyon hasznos dolgok, amiket hasznos itt felsorolt. Hasznos dolgok, amiket ő mond, de azért sokszor kiderült már, hogy amit ő mond, az nem pont úgy van. Jó, ezt most nem tudjuk, de valami miatt az amerikai, nem tudom milyen hatóság engedélyt adott erre. Közben szúrnék, hogy az, hogy ez be lehet, most már emberekbe is van, ezt nem az orvosok mondják, hanem ő. Amikor már tudományosan ez bizonyítva van, már akkor én ezt elhiszem. De nyilván orvosokkal dolgoztat. Jó, akkor egy kísérlet. Ne ezen vitatkozzunk akkor, hanem... Jó, ben van az ember. Jó, ben van a csíp. Jó, akkor most engedjük el az állatokat, ben van a csíp. Először is... De rémisztő, azt azért tegyük hozzá, hogy ez nagyon rémisztő. Tehát ez a Dan Brown eredet megvan? Mennyire van szükség erre? Ez pont erről szól. A Dan Brownnak a legutolsó könyve az eredet, ez pont erről szól. Ugye mi az a kérdés, amit az ember keres egész életünk keresztül, hogy honnan jövünk és hová megyünk. Ugye a vallás erre ad elméletileg magyarázatot, de egyébként meg nincs más magyarázatunk, mint hogy teremtődött ez az egész világ. És van egy olyan magyarázat, amit a Dan Brown kifejtett ebben a könyvben, az eredetben, hogy
van egyszer ugye a normális emberi fejlődés, ugye, amit tudom én, a amőbából szépen elindultunk, és aztán előtte volt egy nagy bum és egy nagy rabolás, és eljutottunk oda, hogy van az ember, de hogy innen hova megyünk, mi lesz velünk. Ugye én a Men in Black-esbe hiszek, és hogy és ott vagyunk egy 800 szekrénybe. Azt vizionálta, hogy szépen kibern korszak tekint be, szép lassan az emberi testbe beépül rengeteg tudományágból átvett, a chiptől kezdve, nem, már most is ez van, hát már most is szívbillentyűvel élnek emberek, térdprotézissel élnek emberek, tehát már megy be a tudomány az emberi testbe, és előbb-utóbb, ugye az egyik legfontosabb és eddig a legkülönlegesebb szervünk, az agyunk is, lecserélhető lesz egy olyan chipre, ami nagyságrendeket többet tud, mint a jelenlegi agyunk. Tehát akár memóriában, akár használatosan. De ez nagyon, nagyon izgalmas, mert itt ugye elvileg az ígéretek szerint lementheted az emlékeidet, most először ennél ragadjunk le, ugye amnézia után például vissza tudod tölteni, elbutulás, stb. Tehát tegyük fel, ez már annyira elterjedté válik, hogy a házi orvosodnál lementheted az emlékeidet rosszabb időkre, és te, az agyunk az nem egy rábíznád de az emlékeidet, most egy picit ugye gondoljatok vissza, rábíznád-e az emlékeidet a házi orvosi, és aztán ő az Asus laptopjáról visszatölti a kell. Tehát, hogy rábíznád-e az egészségügyre az emlékeidet? Nem. Nem, miért nem? Hát, mert aztán ki tudja, hogy ki mit kezd vele. Lehet, hogy én se szeretném megnézni, nem mondja ők. De ugyanakkor, hogyha mondjuk Alzheimeres lennél később, akkor ezeket vissza lehetett tölteni, és megismernél az unokádat. Emlékezni rám is például. Lehet, azt akarta törölni. Igen, tényleg a közösen eltöltött időkből te töröltél az emlékeidből gondosan sokat? Dehogy. Most hogy mondod? Nem. Szóval nem bíznád rá, nem bízol abban, azért nem bíznád rá, mert nem akarod, hogy más rán nézzen. Én azt gondolom, hogy ennek, ha tényleg van realitása, akkor ebben, ami izgalmas, az nem az, hogy te lementheted az emlékeidet, hanem az, hogy esetleg valami idegpályás sérülés miatt neked nem mozog valamid, akkor az újra mozogjon, vagy adott esetben egy másik ágazat, vagy egy depresszió. Az egy másik ágazat. Ti hogy vagytok az emlékeitek? Rábíznátok, Kokó? Ennek nincsenek már emlékei. Nem, tudom, ez egy életveszélyes történet. Tehát nagyon, most, tényleg amit én megértem, és amire az agyam emlékszik, az rákerül egy csipre, és akkor az bárki meg tudja nézni. És akkor lesz egy gondolatrendőrség? Tehát inkább nem, és akkor kockáztatsz, hogy majd elhűlsz. Tudom, hogy most ezen a vonalon van, de nekem nagyságrendekkel fontosabb az, hogy ha ezt meg tudnánk csinálni, hogy az emlékeimet le tudják menteni, és vissza tudják tölteni, akkor bármi mást is vissza tudnak tölteni, tehát a világ tudását be lehet majd mindenki betölteni. Akár. És innentől kezdve megszűnik a tanulás, megszűnik minden, mert majd én betöltöm csipre. Egy csomó idő felszabadul. Hát, ez csip, most már van olyan telefon, hogy beszélsz a telefonba, és 27 nyelven hallhatják a másik oldalon. De az még kint van, de ez dolog, még majd bent. Igen, de nem beszélve arról, hogyha klónozod magad, és visszatöltöd az emlékeidet, akkor most az te vagy, vagy nem te vagy. És akkor rövid idő múlva minden este rá kell ülnünk a töltőre. Igen. Figyelj, most És olyan gyerekkori emlékeitek nem lennének, amit már azért most már nagyon homályosak, vagy az első szerelem, vagy ilyesmi, ami ha meg lenne most egy pendrive-or, akkor kérnéd a dokitól? Nem kérném, de nem az agyunk csodálatosan van kitalálva, tehát nem véletlenül homályosodnak el dolgok, és ennyi, és kész. Tehát, hogy ez beleavatkozás. Tessék? Tehát szereted magadban azt, hogy homályosulsz? Még nem érzés? Homályosulok annyira, de vannak, néha azért beugranak, tehát annyira furcsa, nem tudom, veled van, vagy veletek van-e ilyen, hogy mit tudom én, kicsit így elmerengsz, vagy így benne vagy a gondolatod, és egyszer csak följön valami olyan, amit nem értett, hogy, ami nem odavaló, igen. 20 éve és azt mondod, hogy úristen, hogy tényleg ez is megtörtént velem, és... Nem, én nem szeretem. És akkor ez egy öröm, de hát a pendrive az... Ez nem mindig... biztos, hogy ez öröm mindig, ami feljött, de ez beleavatkozás a természetben. Miért nem tudjuk elfogadni ezt, hogy ez a honnan jöttünk, hova tartunk? Nem, miért kell erre foglalkozni? Miért nem azzal foglalkozunk, hogy a mostban vagyunk, akkor hát ezt próbáljuk jobbá tenni magunk körül, hogy úgy emlékezzenek ránk. Tudjuk, a hogy te szeretnéd legyünk. Visszanézni.
De miért? A fiatal testedet? Elmegy ki itt a játék. Mi? A fiatal testedet? Nem a testemet adja vissza, Anika. A nem a testemet adja vissza, az emlékeimet. De hát, hogy ott emlékszel? Hát honnan tudjam? De hát annyira, én elmennék a jó Tozsa doktor úrhoz, így hívják a házi orvosomat, és azt mondom, hogy töltsél már valamit a tini koromból. 75! Véletlenül egy toszfájt dug be, és valami egészen más emlékeim. A Marika néni emlékeim, amire nincs igaz. Hogy a le lehet torrentezni Bocskor DVD-ket, tudod, 75-től 79-ig. Oké, majd árulják a kínai. Bocskor, pendrive! De tegyük fel, szaftos! 85-től adja a sorozat. Jó, Anita, best of Bocskor! Tegyük fel, vége van ennek a műsornak. Fotózkodunk, én indulok ki először, is kiesik a zsemmeből egy pendrive. Rá van írva Bocskor emlékek, Dr. Torzsa. És ti megtaláljátok. Hát egy olyan buli csapok, nyilván, te nem jó. Hát a 98-as, akkor elrakom 8-as. Na mit néznél meg? Tehát mettől meddig lenne? Ez az egész életed? Hat éves koromtól máig, igen. Igen. Hát nézd, biztos lennének részek, amikbe veletek elnék. Itt a szemeden keresztül láttál? Hát tegyük fel, én most egy picit vizionálom ezt a dolgot. Tessék? Tehát, hogy te mit láttál akkor? Hogy én mit láttam? Tehát mondjuk azt, hogy moziszerűen meg tudnád nézni az Anita laptopján, és akkor tekersz végig, nem tudom, ezért kinek. Egyszer csak láttam az Anitát. Dehogy is. Anitát ritkán látnád benne. Ne, én nem én Anitát. Dehogy is, ne legyünk már. Hogy képzeled? Ne legyünk már a szemtel. Hol is lesz az? Szerintem lennének izgalmasabb részek, amit ő látott. De ne csináljátok már. Hát akkor azt szeretnél látni, amit én láttam. Hát én nem azt akarom látni, amit te láttál. Mennyire cukik így meg? Tudod, mit kérdezel? Előveszed, lefotózod, elküldöd. Neked ez mennyit ér, bocsi? Ezt csinálna mindenki. Hát a zsarolás. Nem, én csak megkérdezem, hogy neked ez mennyit ér, ez a pendrive. De most senkit nem érdekel, hogy te mit láttál az Anitából. Nem senkit nem érdekel, a kokót nagyon is. Nem. Neked miért lenne a szükséged arra, hogy ezt visszatöltsd? Igen. Ezt már elfelejtetted? Nem szégyellem magam. Ami ebben durva, ez a telepátia sztori. Na, a telepátiáról beszéljünk. 150 évig az agyunkkal beszélgetünk, előbb-utóbb eltűnik a szánk. Hiszen fölösleges lesz. Igen. Ugye egyet fel, és akkor olyan leszünk, mint a Harry Potterből Voldemort. Egy ilyen tévéműsor lenne. Ti se nevettek, ne üljetek. És gondolj bele, képzeljük el ezt a telepátiát, tehát tegyük fel, bennük van a telepátia chip. Amit nyilván úgy fognak megtervezni, hogy amikor bekapcsolom, amikor kikapcsolom, mert nem akarom, hogy a gondolatomat lásd, csak ha akarom, hogy lásd, akkor bekapcsolom. Tegyük fel, én most bekapcsolva hagytam a telepátia csipemet, ti szólnátok, hogy bocsi, be van kapcsolva. Behaladsz. Behaladsz. Látnál négy depressziós embert, értem. Nem akarom ezeket a gondolatokat. De, tudod, mit a mi kell a nőnek? Jó, Jézusom. Ez nagyon beteg ebbe belegondolni. Hiszen pont az ellenkezője történik annak, ami... Én például mindig is azt... Ha lenne három kívánságom, az egyik az lenne, figyelj, hogy mindenkinek a feje fölött egy szövegbuborékban jelenjen meg, amit gondol. De szép. Komolyan ezt szeretném? Ezt. Hát igen, ez jó lenne. Az is borzalmas, hogyha 10-20 másodpercet tovább maradna. De várják, a tiéd. Éles a telefon, miután letetted, még utána 20 másodpercig lehetne haladni. Mennyivel tisztább lenne? Egy de be vagy kikapcsolható a dolog, vagy mindig online vagy? Mindig online vagy. De ez szörnyű. Hogy most hogy kapcsolsz rá, nézel, és megahertz, 433. Jó, Pista, nézd egy picit az Anitát, kérlek. Hogy? Most, ahogy akarod. Nézd az Anitát, gondolj valamire, és most mondd meg nekem, hogy be volt kapcsolva a csipped, jobb lett volna, ki van kapcsolva a csipped? Jobb. Disznó vagy. Tényleg egy disznó vagy. De az a jó, hogy mindenki online, tehát hogy mindenkinek állandóan be van kapcsolva, és ha én akarok, rá tudok csatlakozni. De én nem akarom, hogy csatlakozz rám. De te mondjuk azt nem tudod, hogy én rád csatlakozom. Igen, bombázz, de nem akarom, hogy rám csatlakozzál. Hát most mondok neked szépeket, de nem akarom, hogy tudd, hogy mit gondolok valójában. De az a baj, hogy én tudom, hogy te mit gondolsz Csip valójában. Csip nélkül? Ez viszonylag egyszerűek. Igen, ennyi. Tehát akkor viszont tök jó, hogy tudunk hazudni, nem?
Nem mindenki úgy él, mint te. Tehát miért hazudnánk? Tehát ez most hogy jön ide? Hát mert tök jól tudunk hazudni, hát nem... De nem kell hazudni. De miért kell hazudni? Ó, dehogy nem. Húha, ez a jég, ez beszakadt most alatt. Úgy érzem, igen, hogy ez... Miért ez az első gondolat? Figyelj, neked hát nem az életünket végig hazudjuk. Hát nagyon jól tesztük, mert rengeteg bajba... Hát mert bajba kerülnénk, ha nem. Reggel találkozol vele, azt mondja, jó reggelt, és már hazudok. De nem így gondoljuk. Én például, én úgy élem az életemet, hogy valahogy, tehát anyám 3 évesen mondta, hogy ne utáld ennyire látványosan, mert én nem tudtam, ha nem szerettem a szomszédnénit, akkor én nem tudtam rá kedvesen mosolyogni. Tehát nekem gyakorlatilag 3 éves korom óta a szövegbuborék a fejem fölött van, ha akarom. Oké, az arcot kifejezi ez, de azért az egész életünket úgy éljük le, hogy nagyon sokszor vagy érdekből, vagy kegyességből, vagy bármiből azért nem mondunk igazat. Tehát azért... Az óriási különbség, a hazudunk és nem mondunk igazat, igen, vagy igen. Nem mondunk semmit. Ez egy nagyon nagy különbség. Elhallgatsz valamit. Tehát amikor egy, most konkrétan nem biztos, hogy minden főnöködet szeretted, de nem mondtad meg neki, hogy te egy seggfej vagy, mert elemi érdeket. Hát ez nem hazugság, igen. Vagy mondjuk igen. Édesanyádnak nem mondasz meg valamit, amiről tudod, hogy ő halálba aggódná magát. Nem, de tehát az hogy... őszinteség is egy intelligencia kérdése, hogy mikor, hogy mondod. Így nem van. Mindig jó pacekba belemondod, de ez nem hazugság. Ezt miért nem tanultad meg eddig? Nem, te miért nem tanultad? De valakinek nagyon jól áll az őszinteség. Igen, azért jön ide, hogy alázzon. Nagyon veszélyes ez a technológia, meg belenyúlunk a természet most dolgába. Most rajtad egyébként egy 10 év múlva, tehát amilyen gyorsan és amilyen sebességgel fejlődik minden 10 év múlva, ez egy teljesen hétköznapi dolog. Például egy GSM csipet gond nélkül magamba ültetnék, hogy így tegyek így telefonnál, ne kelljen ma ezt magammal hordani. Az 10 év, körülbelül. De felvetődik egy csomó olyan dolog, hogy akkor a tanulás például... Feleslegessé. Úgy, ahogy amit említettem, telefont, joggal mondja most egy 10 éves gyerek, hogy ő miért tanuljon nyelvet, amikor ott van a telefon, igen, és beszél bele magyarul, és mandarinul hallja a túloldalon. Képzeld el, mint színész, a világ összes női szerepét egy chipbe így megkapod, és megvan, nem kell megtanulnod. Már csak el kell játszanod. Jaj, de jó lenne. De Anita, veled volt olyan, hogy itt ültél velem, és úgy utólag azt mondtad, hogy de jó, hogy nem fogtam a telepátia jeleidet? Nem, én mindig érzem a köztünk lévő vibrációt. És vibráció, tudom, milyen hogy szép szó. Mire gondolsz, próbálok igen. Próbálok elhúzódni, mert néha rá is vettünk. Na, van még egy érdekes témánk. Amerikában több légitársaságnál egyébként felmerült már az, hogy nehezebb utasoknak többet kéne fizetni. Nem vicc, hiszen egyébként ugye a testi többlet súly is befolyásolja a repülőgép repülési tulajdonságait. Akár... Na várjál, de most... van egy jó hírem. És ez nem kellett humoré. Nem kellett telepátia csip. Tovább is ülhetsz elől, nem kell középre ülni. De mert te vágtad a legfelháborodottabb arcot azért. Mert ezek a híreket, tudom, hogy te mit gondolsz közben. Ó, dehogy is. De igen. Nem. Most hazudsz például, de az neked jól megy. A csippen be van kapcsolva? A Finnair, a finn légitársaság, igen, most előállt azzal, ami hasonlít, de nem teljesen ugyanez, tehát arra kéri az utasait önkéntes alapon, hogy álljanak mérlegre a csomagjukkal együtt. Igen. És ennek az a célja, hogy a repülőgépek súlyterhelését jobban meg tudják határozni, egyébként a repülést élet, ezt én is tudom, fontos, hogy a súlyelosztáshoz, mennyit tankolj. Most te mivel repülsz, te pontosan tudod, hogy egy Boeing az mit tudom, 300-400 tonna a felszálló súlya. Igen. Ehhez, hogyha hozzárakjuk azt az 5 tonnát, amit az utasok jelentenek, az semmi, hát az elenyő. Ne, ez nem igaz. Mert? Mert fogyasztás van. Tehát, hogy például mennyit tankolsz Bratislavában. Hogy az, hogy most 400 vagy 405 nem tonna. Mindegy. Nem mindegy. Tényleg nem mindegy. Hogy a maori rögbi válogatott szállt fel, vagy az etióp azért. Ugyanannyi helyet foglal, csak a sűrűségre elhozzák. 400 utasról beszélünk, tehát az utasok átlag súlya, mondjuk vegyük úgy, hogy mondjuk 70 kg vagy 80 kg, az átlag súlya, mert van benne egy
30 gyerek, aki csak 10-20 kiló, persze, meg van benne egy pár meg lehet satszolni, hát eddig is így repültek van, repülők. Így van, így van. De ez azért elenyésző. De valami miatt a pénz... diszkrimináció, ne haragudj. Tehát pénz, a pénz. Mondjuk, hogyha a Duci Klub hajótörés szenvedne, és csak te lennél az élő pilóta már a földön, te nem akkor mennél el. Akkor nem mennél el, értünk, mert sokat fogyaszt a repcsin, vagy mi? Nem! Ne haragudj, hogy ez milyen már. Nálam humánusabb pilóta nincs is, de nem rólam van szó, ez a de Finnair. De Anita is vezet repülőt. De ez nagyon sokszor igen felmerült egyébként, mert egyébként nyilván, hogyha mit tudom én, rögbis, finn, nem tudom én, jégkorongos fiúkról van szó, akkor lehet, hogy ő 120 kiló, de szép, magas, vékony fiú egyébként. Viszont van olyan, aki effektív átfolyik a te ülésedbe. Szóval aki csúnyáz már egyébként. Nem, hanem jó, effektív de... átfolyik a te ülésedbe, amiért te fizettél. Képzelj, Budapest-Torontóra megkapod a 200 kilós. Én egy tengeren túli járaton egy olyan embernél, a középső négy ülésnél, hogy frankon átfolyt az embernek a 30%-a az ülésre. De egyes picike ülésbe de egyes amerikai légitársaságoknál már két ülést igen, kell igen megvenniük azoknak, akik szélesek. Tehát nem milyen kényelmes a két ülést megállni. Főleg úgy, hogy nem lehet fölhajtani. Mert van abszolút. Most várjatok, David Hasselhoff... De ennek mi a célja amúgy? Az nem ezt mondják, hogy jobban meg tudják becsülni a súlyterhelését a gépnek, amely egyébként a fogyasztás, meg a mit tudom én mi, hatótáv, tehát ezekben elrepül a gép, csak lehet, hogy nem jut el Torontóig, hanem valahol még Grönlandnál majd le kell. Szólnak, hogy akkor ki kéne. Mert... ki kéne. Szóval nem, David Hasselhoff lánya, Hailey, aki egyébként plusz size modell, ez erre reagált, és aggodalmát fejezte ki, mert szerinte ez azt vetíti előre, hogy kötelező lesz majd a mérlegelés, és ez felkavaró lehet túlsúlyos vagy étkezési zavarral küzdő embereknek. Ti mit szólnátok, hogyha most a Helsinki repülőtéren, ez most már gyakorlat, és nektek oda kéne állni önkéntes alapon mérlegelni? Hát te szoktál mérlegelni. Igen, de ne nézz rám, mert nekem nem hiszem, hogy olyan alacsonyra viszik le a küszöböt, tehát nekem ez nem jelent gondot, de én ezt nem tartom, ez továbbra is baromságnak tartom. Drága Pistenk, 102 kiló, tehát ha 100 kiló a határ, akkor... De és várj, akkor, de hogyha 100, nem, hogyha... Nem, ők statisztikát akarnak, névtelenül... statisztikát. Te felháborodnál-e például, Anita, ha neked azt mondják, hogy állj rá a mérlegre a cuccoddal együtt? De most önként vagy? A finnére. Önként? Nem. Megcsinálnád? Hát miért ne? Azt mondanám, a cuccom sok. És akkor repülhetek? Nem, nincsen korlát. Ők most csak statisztikát gyűjtenek. Tehát, hogy ez bántó-e, mint ahogy Hailey Hasselhoff elmondja? De ha önkéntes miért lenne, mert akkor én vállalom. Hát ő azt mondta, hogy bántó a plusz size modell. Azért, mert ő mindent bántónak értékel, ami a súlyával kapcsolatos. Tehát ez megint ez a nagyon PC, meg nagyon... De gondolod, hogy ő az, aki belerakja magát a fújtós ruhába, csak azért, hogy ne kelljen XL-est venni? Nem, hanem ő az, aki mindig nagyon, nagyon szeretné, ha mindenki nagyon PC lenne. De bocsáss meg, és mire mennek ezzel az adattal? Ezt akartam, hogy... De igen, ennek mi a cél? Annyira nem értek hozzá, de azt gondolom... Van 400 utas, helyek közben meg lehet satszolni, nem kell állni, mert meg lehet satszolni, hogy hány kilós volt ez az utas, meg ez az utas, valaki megszámolja, 400 utasból kijött az, hogy mit tudom én, 4000 kiló lett a... Nem igen, ennél egyszerűbb, megvan, hogy mi a maximum kézipoggyás súly, ugye 8 kiló, azt beszorzod az utas listával, és oda ültetsz egy Marikát, aki fölírja, hogy az Anita 60 kiló. Szerintem a kaja jaj, miatt jó van. Lenne. Szerintem a kaja miatt van. Testtömegindexet néznek, és figyelnek arra, hogy milyen kaját szolgálnak nekem. Már kis ezt a nyilván. Hát ahogy ráállsz egy mérlegre, mert itt lát, már olyan mérlegek vannak. Igen, milyen mérlegtől ki az, aki kerül a mérleget otthon? Hát most én, nagyon. Igen, te kerülöd? Messziről, igen. 5 mérleg van a lakásom, ugye a házba. Nem, engem kerül a mérleg otthon. És méred magad? Minden nap. Tényleg? Igen. De miért? Mert hozzászoktam gyerekkorom óta. Hát nekem a sportágban egy kötelező abszolút volt, és én megszoktam és megszerettem az adatot, és pontosan tudom, most is tudom, hogy most... És mit vált ki egy változó szám? Ide vagy oda? Pánikot. Nem, de hát évek óta olyan súlyba vagy. Nem, most elmentem most egy 71, 70. Te szeretnék annyi lenni. 68 környékén van az, amikor jól érzem magam. Annyi vagyok én most.
Ezt is megtudtuk. És te jól érzed magad, nem? Hát akkor mind a kettő 68, nem? Én beállítottam a 95-ös adatra. Én nekem minden van, szóval jó van semmi. Nem is nézel ki annyira a 95-9. És hogy a Finner ezek után bevezetni azt, hogy a check-in pult fölött van egy nagy monitor, és akkor fölállsz a mérlegre, és egyből a monitorra kín van az arcod, Alita Áber, 112 kiló, a bőrönddel együtt. Ez két bőrönd együtt. Azzal vannak. Nem csak az, például, ha sorba állnánk, akkor lehetne nézni, lehetne tippelgetni, hogy ki hány kiló, meg zavarna. Hát, ha én önként vállalom, akkor miért zavarna? Ha kötelező lenne, és képpel lenne. Akkor nyilván, akkor azt mondanám, hogy ez ne. De ha én akarom, és azt mondom, hogy jó, én bevállalom. Az, akinek gondja van ezzel, igen, az zavarja. Igen, de egyébként most... Érted? De nincs értelme. Tehát, továbbra, igen. Biztos, hogy jobban értelek hozzá, én továbbra sem látom azt, hogy a... Te még itt a kerozin számításnál vagy, ugye? De tényleg, 400 tonna vagy 405 tonna, megértem, hogy több kerozin kell, akkor tegyenek rá, mert mindenki... De azért tudja. Nem minden, mert bizonyos reptereken nem ugyanannyi a kerozin, tehát azért szeret a Finner is spórolni, hogy... Az 5 tonna az garantált, tehát hogy vagy 5 tonna, vagy 5,5 tonna, vagy 4,5 tonna. Nem borzasztó nagy különbség van 400 ember súlya között, tehát nem hiszem, hogy egyszer akar felszállni 400 túlsúlyos ember. Mutat rám, igaza van. Direkt elfordultam. Ez most már tényleg átment egy ilyen rablásba, tehát az a 23 kiló, meg a 8 kiló, meg a nem tudom, tehát tényleg arról szól a történet, hogy olyan napja van épp a földi kiszolgáló személyzetnek, akkor megcsárzsol mindenkit, mert hogy elméletileg ugye a földi kiszolgáló személyzet, aki felrakja, ő 23 kilót vállal csak, a fölött itt azt meg kell fizetni. De azt a pénzt ő soha nem kapja meg, persze. Tehát ő fölemeli azért 26 kilós bőröndömet, amire én nekem pluszban meg egyébként, ha bizniszjegyed van, akkor 30 kiló, vagy nem tudom, 32. Meg azért vagyunk, mert 23 kilóval már gyönyörűen el lehet utazni, de most az, hogy 23 kiló vagy 26, egy, amikor én megyek a Budai Feri, ismered az üzlettársamat, aki 100 26 kiló, együtt repülünk, ő is 23 kilós bőröndöt fizet, én is 23 kilós, a kettőnk összesen nem ugyanaz. Ezt utálja a Finner. Igen, és mit akar? Statisztikát készíteni, de mit volt csinálni? És az a mit volt meg? Na, most ezt nem tudom. Világbajnok, magyar ökölvívó átlag 68, üzlettárs átlag 120, és ki tudják már számolni, és akkor mondták, hogy max 150 kiló lehetsz csomaggal együtt. Ő felvihet egy zomborát, együtt. A budai meg egy ilyen kis neszeszert maximum. És ami sokkal kritikusabb, de azzal nem foglalkozok, mert az Anita is mondott, hogy a mellettem ülő az legyen ugyanolyan szilfid, mint én. És aki meg nem olyan szilfid, azt valahogy próbálják meg úgy elhelyezni, hogy tényleg ne forduljon elő egy Budapest-Toronton, hogy beszorulsz két sonka közé, és még a kezedet se tudod kinyújtani. Mert átlognak. Teljesen egyetértek ezzel. És akkor más hónásszagába töltöd el azt a 12 órát. Most ma már a Klitschkóék is természetesen bizniszen utaznak, de én még megéltem velük azt 99-ben. Köztükültél? Nem, szerencsére nem. De a Vitalival repültünk ki Las Vegasba, Lufthansa Economin. És hát ott azért egy 204 centis emberről beszélünk, és nem is az, akkor még nem volt az, hogy a falhoz vettem. Azt hitték, hogy a fia vagy. Vagy nem tudom, milyen ölebe vagy, nem tudom. És de tényleg nem fér, tehát így ült szerencsétlen. Hát ez borzalmas. Tehát olyan szinten összenyomták már az üléseket, meg elvettek minden szervizszolgáltatást, és ez borzalmas. 12,000 lépés sétáltam. Repülőn? Repülőn, Torontóig. 12,000-et számoltál telefon. Sétáltál? A repülőn. Nem ültél? Nem volt ülőhelyed? Volt. Csak elfoglaltak, nem találtam meg, vissza. Így. Na jó, de ezen az alapon most akkor ne üljön mellénk, aki sokat beszél, aki iszik közben. Így tehát, van, hogy akkor, meg az ízélt, akkor most ezen az alapon mindenki... Visszasírjuk a covidos repüléseket. Igen. Na jó, gyerekek, jövünk még egy érdekes témával Jodie Fosterrel kapcsolatban. Ő most mesélte azt el, hogy a ma már egyébként 25 éves fiát, amikor 3 éves kora körül, vagy 4 éves kora körül elvitte forgatásra, ő nem nagyon akarta azt, hogy ő tudja, hogy ő egy híres hollywoodi színésznő, és a fia igazából azt hitte, hogy egy ilyen építésvezető, egy ilyen szerelő a díszletek között. És ebből a sztoriból kiindulva, hogy arra leszek kíváncsi, hogy ugye Anitán kívül mindannyiunknak van gyereke, hogy híres emberként a gyerek hogy viseltetett, azzal, hogy ismertek vagyunk, hogy ebből volt-e konfliktus, akartatok-e sokáig mást elhitetni vele, amikor ő rádöbbent arra, hogy te valaki vagy, azt ő jól dolgozta-e fel, vagy éppenséggel ellenkezőleg, szerintem ebből van egy pár történet, jó? Jövünk vissza, és akkor megbeszéljük a reklámot.
már itt is vagyunk. Szóval, sokan azt gondolhatják, hogy valami izgalmas dolog lehet híres ember gyerekének lenni. Emiszerce Stingen láttam egy interjút, és azt mondta, hogy egy bizonyos korig a gyerekei azt hitték, hogy mindenkinek a szülője rockstar. Tehát, hogy ez a normális foglalkozás, tudod, ez az apa megy dolgozni, a dolgozás az a rockstar. Nyilván mindenkinek rockstar az apja, csak. És itt van Jodie Foster története, ez pont az ellenkezője. Azt mondja, hogy nagyon sokáig húzta és halasztotta azt az időpontot, amikor a gyerekei végül is megtudhatták azt, hogy egy hollywoodi filmsztár. Azt mesélte el, hogy a legidősebb most már 25 éves fia, amikor ilyen 3 éves körül lehetett, és elvitte többször forgatásra, és azért, hogy ne unatkozzon, ő vett neki ilyen játékszerelő táskát, szerelő szerszámokkal, meg minden. És akkor megmutatta neki a díszletet, és mondta, hogy anya itt dolgozik. És akkor ő is ott elkezdett, és anya közben forgatott, de hogy ő úgy szerelt. És a fia sokáig azt hitte, hogy anya, azaz Jodie Foster, építőmunkás. És azt persze nem tudom, hogy magyarázta, hogy aztán kedilekkel mentek haza, és akkor ott a medencés házban. Hát jó fizetett. Milyen jó építőmunkásod van, ilyen házad van. Na, de ezzel tökre lehet tenni egy gyerek pályaválasztását. Hát építőmunkás leszek, hát akkor Beverly Hillsben. Hát nem? Mondjuk most már. Mi? Mikor építettél utoljára valamit egy építőmunkással? Mostanában azért hamarabb összejön neki a villa, mint nekem van neked. Az lehet, hogy igen. Na, szóval szerintetek ez jó taktika volt, jó magatartás, vagy a gyereknek most itt híres emberek lévén minél később kell megtudni azt, hogy kik vagyunk? Na de most várjál, azért ő azt mondta, hogy anya itt dolgozik, uh-huh. Tehát nem mondta konkrétan, hogy anya színész. Nem, de hagyta ebben a hitben, mondta, hogy direkt hagyta ebben a hitben, hogy anya. Ja, és az az anya, nem, és akkor megkérdezte, hogy anya, te építőmunkás vagy? Igen, kisfiam. Nem tudom, hogy zajlott az a párbeszéd ott 1987-ben, de a sztoriban szerintem most az az érdekes, hogy jó-e az, hogy ő anyaként nem azt tudatta a gyerekkel, hogy anya egy kiválasztott, anya egy privilegizált, mi azért vagyunk gazdagok, mert anya filmek, hanem hogy az építő munkásság, az, tehát hogy kvázi ez a szerényebb magatartás felé. Nem hazudtam, nem mondta el neki. De nem egy ciki dolog, nem egy ciki dolog színésznőnek lenni. Egyrészt, tehát hogy attól, hogy te hollywoodi sztár vagy, nem vagy különb, hogyha te úgy élsz. Hát azért van erre példa. De most egy magyar hírességet vagy ismert embert nem lehet ehhez viszonyítani, mert a mi gyerekeink általában, én legalábbis így látom a szakmában, 3 évesen elmennek bölcsődébe. Ott azért már mondjuk hallják, vagy óvodába, akik ugye otthonról az óvistársak mondják, hogy anyukádat láttuk a tévébe. Nem, nálatok ez már óvis korban megtörtént? Mert nálunk iskolás korban történt meg, amikor a gyerek azzal szembesült, hogy az ő szüleit mindenki ismeri. Hát nálunk ez már az óviban, hát persze, hát úgy mondta, hogy anya. De én ezt nem is titkoltam, hogy jött be velem a színházba, meg, tehát hogy jött velem. Hát miért ment forgatásra, de miért nem mondtad neki azt, hogy te díszletmester vagy? Szerinted elhiszi? Hát a gyerek nem hülye. De miért jó? De miért nem ciki? Tehát biztos van olyan szakma, amit az ember értelmét. Nem szívesen mondaná el a gyerekének. De ezt nem szakmát, felnőtt filmekben dolgoztam. Milyen filmet forgatok? Érted? Tehát, hogy ez ő mondjuk, érted? Babysitterek vigyáztak rá, mint ez nem tud, szerintem tud lenni az, amikor a gyerek ne érezze magát különbnek. Hát Kokó, figyú, te egy időben az ország tényleg szupermenje voltál. Én nem titkoltam a gyerek előtt, hogy nem díszlettervező vagy vagyok. Hogy repülgetsz a világban? De nem is lehet. Hát bekapcsolja a gyerek a tévét, hát és látja. Lehet, hogy azért csináltam. Hát érted, most hazajött a Kokó egy meccs után, össze-vissza volt verve. Mit mondott? Konfliktusba kerültem Kovács apukával. Így munkás vagyok, lehetett a tégla. Kerestem az állványról. Így próbálta meg valahogy rávinni őket arra, vagy óvni őket attól, hogy így úgymond elkapatni őket. Hát ezt nem tudom, de visszamentek Beverly Hillsre. Igen, de nem biztos, hogy ez egy jó módszer. Szóval azért, mert ő a Jodie Foster lehet, hogy csinál hülyeséget, nem? Jó, de azt gondolom, hogy mit tudom én, 3, 4, 5, 6 éves korodban nem pontosan tudod, mivel foglalkoznak a szülei. Ti tudtátok? Hát akkor vigyél oda, azt mutassa meg, hogy milyen kemény meló az színésznek lenni. Persze. Ja, szerintem később, de ti tudtátok például, hogy a szüleitek mivel foglalkoznak? Akkor 3 éves voltam? Hát az otthon, de 4-5-6, mindegy. Ha persze, nem emlékszem, hogy letöltöm is. Visszanézem. Téged hány, 1900 hánytól faggathatlak már csak? Ja, már visszamenőleg? Tegnap. De az is délután. Az is a délután. Én például... 7 után és 8 előtt még a... Nem mondd meg a tütő. Jó, de én például nem tudtam, mert engem bevittek néha... Te emlékszel 3-4 éves korodra?
Én emlékszem, nem. Azért mondtam, hogy 4-5-6. Tehát 6 éves koromban emlékszem, mit tudom, emtem apukám vagy anyukám munkahelyére. Nem, a 6 éves korodat most összeraktad, hogy mire emlékszel. De hogy az valóban úgy történt, az szerintem... Én az annyit láttam, hogy a dolgozás az, hogy van egy iroda, ott van írógép, azt lehetett nyomkodnom, van Indigo, és akkor két példányban jött meg az... És a hóvégén kapja a fizetést ezért. Azt én nem tudtam, mi ez a fizetés. Hogy ez a dolgozás, hát nem igaz, hogy nektek. Te tudtad, hogy mivel foglalkoznak a szüleid? Én segítettem apukámnak, igen. Miben? Hát nagyon cuki kislány voltam, és édesapám elkezdett egy vállalkozást, és rájöttek, hogy ruhákat gyártottak, és rájöttek, bizonyos mennyiségű Nyugat-Európából érkező fonal állt rendelkezésre akkor, és rájöttek, hogy amikor engem bevisznek, és ott a kis pörgős szoknyába illegettem magam, akkor mindig van fonal. Úgyhogy elvitt mindig magával, és a fonalas nénivel cukiskodtam, és akkor volt fonal. De azért kaptál pénzt? Nem. Perelni akarsz? Egyedül csak le a fájlokat, hogy minden meglegyen. Igen, legyen meg a bizonyíték. Igen. Úgyhogy meg volt, hogy mintát, így lyukaszgatni kellett a mintát, amik bekerültek a pulóverekbe, és akkor apukám beixelte a kártyát, és én lyukaszgattam neki. Úgyhogy abszolút tudtam, meg képbe volt. Ez nagyjából olyan 4 éves kor, tehát előtte nem. De tudtad, hogy ez a dolgozás, ez egy ruha előállítás, és ebből Igen. van a pénz. Igen. És ebből van neked szoknyád. Tehát ezt tudtad már. Én nem tudtam, nekem fogalmam sem volt. Én imádtam a csőpostát, amíg jött. A kis Gabika ott ült és rácsodálkozott a világ. És összekente magát az indigós papírra. Adjatok még indigót a kis bocsina. Jó, most... Hadd ne magassa még. Finom az indigó. Addig is el van. Kérjük egy dupla presszó, persze. Kis bocsi, már belefullott az indigó. Nem, hát, ha nem valami szégyenletes munkát végzel, akkor teljesen normális, hogy az ember egy idő után beszélget a gyermekével. Meg elmondja. Ellen, mi az a szégyenletes munka? Minden munka, szóval... Jó, hát akkor... Érted, de... Meg egy gyereknek az egy élmény, hogy bemegy a szülei munkahelyére. Erre volt egy borzalmas gyenge viccet, biztos emlékszem, hogy kivágjátok. Nekem apám otthon dolgozott. Mert ő író ember volt, neki volt egy dolgozószobája. És te nem szedted szét az írógépét, mint ahogy én? Egymásra ütöttem a betűt. És nem nyalogattam az indigós papírt sem, de nagyon tetszett, mert apukám töltőtollal írt, és az nagyon, az olyan elegáns dolognak tűnt. Házoló tintás a szád. Nem? Igen, nem, az már nem attól. De... de hogy az úgy tetszett. Ilyen, tudom, tetszett, igen. Ilyen, mikor kékek a fogaid, ugye arra... Boldogság! Gyere haza! Amikor a kamrás volt, kaptam a szülinapomat tőle. Na, akkor kép volt az. Ezek az emlékek, amiket nem akarunk látni. Egyébként sosem volt ilyen. Majd visszanézzük, ha elhagyottam. Na, de most jó, kirögtök engem itt az indigóval, meg minden, de neked mi volt pörgős szoknya helyett? Figyelj, mivel apám orvos, ezért házhoz jött a munka, éjjel-nappal jöttek emberek, hogy fosik a gyerek, valami baja van, hozzánk a lakásra. És volt olyan, hogy az akartál lenni? Nem, tehát... egy pillanat is se szerettem volna. Ő szerette volna, hogy az legyek, de én nem akartam, mert láttam, hogy ezek még este is jönnek. nincsen nyugalom. Édesanyám meg nővér. Mai napig áll, szóval én ebben nőttem fel. És akkor táborról elkerültél az egészségügyet. Igen, de én viszont szerettem vele bejárni a munkahelyére, mert falusi orvos volt. Figyelj, munkaidőben kimentünk horgászni. Annyira nem volt beteg. Akkor valahogy nem voltak ennyire betegek az emberek. Meg ilyen csip-csup dolgokkal nem mentek el orvoshoz, hanem kiszedték otthon, hát tövist a szemükből, meg ilyenek. Volt olyan. Csip-csup. Kivette a tövist a szemükből. Nem voltunk ennyire, hát falu helyen, ott melózni kell. Elmész az orvoshoz, a fél nap megy a luftban, nincs meló. Akkor hát megoldották. Jó, de ezek szerettem tök például. Jó, hát látod, hogy indigóztam, Anita pörögtette a szoknyáját, te horgáztál. Én is a golyós tollat, meg tintázott. Kokote? Én sportoltam. Tehát, de nem volt előtte minta, meg nem volt... De szülői munkahelyre mentél be? Ugye elvált szülők gyermekeként, a nagypapám a Uniónak volt az éjszakai portása, oda eleve nem mehettem gyerekként, tehát én nem láttam a nagypapát munka közben. Édesanyám az meg szociális dolgozó volt, takarítónő volt, házfelügyelő volt, tehát az ő munkáját viszonylag láttam, de azt meg nem akartam választani természetesen. És nekem jött a sport, és gyakorlatilag ilyen példa nélkül, vagy ilyen szülői útmutatás nélkül találtam rá erre az egészre. Volt-e az, amikor a ti gyerekeitek rádöbbent arra, te mondtad, hogy bölcsi Ovi volt már az, hogy ti ismertek vagytok. Volt-e abból bármiféle probléma? Inkább 10 évesen volt nálam nem volt probléma belőle, de 14 és 18 között a két nagyfiam, ahol csak tudta, nem eltitkolta, de nem jegyezte meg, vagy nem akarta.
elmentek cselgáncsozni, ráadásul egy ismerősömhöz Óbudán, és amikor elmentem az övvizsgára, akkor szembesült vele az ismerősöm, hogy ez a te fiaid? Nem mondták egy szóval sem. Tehát, hogy nem, ők nem akartak ezzel soha sem élni, meg sem visszaélni. Meg aha, sem de ez a jó. De egyébként a Luca sem, tehát hogy ő soha nem hozta ezt föl. Első osztályos volt. De nem Ábel amikor, Luca neve. Nem, amikor ott, tehát általános iskola első osztály, és körbeállták a harmadikosok az udvaron, és elkezdték kérdezgetni tőle, hogy igaz-e, hogy az anyád az Ábel Anita. És hazajött, és mondta, hogy hát nagyon rémisztő volt, tehát akkor egy kis elsősnek egy harmadikos, az egy nagy gyerek. Uh-huh. És mondom, és mit mondtál? Hát azt mondja, majdnem sírtam, mert úgy megijedtem, de utána mondtam nekik, hogy igen az, de ugyanúgy ordít, mint bármilyen más anyuka. És akkor így elengedtek, és akkor mit tudom, volt olyan, akkor még óvis volt, hogy mentünk be az egyik bevásárlóközpontba, és volt a forgóajtó, és 68-szor körbe ment, és minden egyes alkalom azt volt, tehát emberek, itt van Ábel Anita! Tanítottam be neki, érted? Hogy így, és így ment körbe, és mondom, kicsi, nem kell mondani, anyuka, mondom, igen, most itt inkognitóban van. Én adódik a kérdés, hogy ilyenkor, mert ugye kicsit azért te is elgondolkodsz, hogy vajon azért nem mondja a gyerek, mert ciki vagy neki, hát igen. Vagy azért, mert nem akarja, hogy meg tudja. Meg mi a gyermekeinknek? Apukák, anyukák igen, vagyunk, igen, ez nem, nem a kokó otthon, vagyok igen. A egyetlen gyermekemnek hát sem. Ez nem úgy van, hogy az a végig, és én otthon is a díva vagyok. Mondjuk téged, érted, visszanéz egy meccset, hogy ott ütik apámat, vért, vagy apámat, most valaki. Most az Alán eljött velem, ugye most van egy ilyen forgatásos történet, és mert nem látszik, egy minimális monokla még maradt belőle, eljött velem egy edzésre. Mind a négy gyerek az edzőteremben nőtt fel, tehát a kicsik azok még láttak engem aktívan bunyózni is, a nagyobb, vagy nem úgy kicsik, hogy a nagyobbak, akikor még kicsik voltak. A mostani két kisfiam, ő még természetesen nem látott, és most látott először edzésen boxolni. Körülbelül egy percig nézte, majd elkérte a mobiltelefont, és elkezdett vele játszani. Nem érdekelte, mert hozzá, ugye látja a lakásban a rengeteg kupát, látja az apját, tudja jól, igen, hogy boxoló, tudja jól, hogy olimpiai bajnok vagyok, tehát ezeket tudja, de ez neki teljesen természetes. Tehát ez nem úgy éli meg, hogy micsoda híresség az én apám, hanem azt is megszokta, hogyha megyünk valahova, és ott esetlegesen odajönnek hozzám egy fotóra, akkor addig megvárja. Ja, igen, ezt. Igen, és nem tudjuk, hogy mit gondolkoz. Mondjuk én lennék a 4 éves kisfiat Kokó, mondjuk a hamburgi korszakban. 4 éves nincs. De én lennék az. Ja, igen. Tehát én lennék a 4 éves kisfiad. Most ne kérdezz, ebből ne kérdezz magad. Ebből kérdezz, hogy mit rontottál, igen. Ez van. Te a hamburgi korszakodról beszélek, 4 éves kisfiad vagyok, így öltözködöm. És eddig csak mindig hazajöttél este felé, nem tudtam, mit csinálsz, és egyszer csak benyitok az edzőterembe. Te hogy magyarázod meg az én értelmi szintemen, hogy te mit csinálsz? Hát látod. Nem látom. Hát látom, hogy embereket ütök, ezt mondom? Nem, hát a box az nem arról, hogy embereket ütök. Hát én tudom, de 4 éves vagyok. Sportolok. Tehát... Hát ugyanúgy magyarázod el, mint ahogy egyébként... Magyarázd már el nekem, 4 éves kisfiad vagy. Mit csinálsz te, apa? Ez egy sporták, kicsi fiam. Gyere ülj a combodra! Apa elmondja neked az életet. Gabikám, gyere. Na jó van, gyerekek, nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Remek volt beszélgetni. 2 hónap múlva? Jövök, mikor akarsz megalázni újra? Mikor szeretnéd, hogy megalázzanak újra? Most nem is alázzam. Néha hív föl, soron kívül. Tehát sokkal durvábbokat kaptál. Ma? Igen. Általában, csak az de tőle mindig olyan kedvesnek veszem. Igen. Jó, tudom az emlékek. Én milyen fiúban leszek, Jézusom. Jó, vigyázzatok a pendrive-omra. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ábel Anita! Tornóczi Anita! Kovács Kokó István és Vályi Pista. Köszönöm szépen, hogy velünk töltötték az időt, egy hét múlva találkozunk újra. Jó éjszakát!